Szevasztok srácok, én Zodiak vagyok, ez a videó pedig nem másról fog szólni, mint a következő Let's Play SF részről, ami már az 52. rész, és ebben a videóban már látni fogjátok a Dark Eagle karakter szintbeli változását, valamint Z-Boldog karaktert, Valadot, Somost, de nem lesz olyan hosszú a rész, úgyhogy most választunk egyetlen egy karaktert, ami ez lesz, ugyanis vele fogok még fejlődni, iszok egyet, meg még piázok egy párat, és fogok itt nektek fejlődni. Hát ez a gyönyörűséges, csodálatos új TP event van. Hát nekem a régi ez jobban bevált, amikor jó nagy XP mennyiségeket kaptunk, de jobb, mint a semmi. És az a baj, hogy a kétszeres esemény bónusz hatására se ad többet, mint 7 millió, szóval hát ez van. 11 milliós küldetés, ez viszont nagyon jó. Színben látjátok, hogy átléptem a 202, persze, a 393-as szintet, de jó lenne 200-as szinten újra kezdeni, jó? Francokat. Átléptem a 393-at, és nagyon sokat fejlődtem a napokban, mert mindig fent voltam és megcsináltam a cuccokat, és most még gombát is vettem erre a videóra, és ebben a videóban fogunk valamit csinálni, amit már rég megígértem, hogy fogok csinálni, de hát nem hiszem, fel fogom szerintem adni, hogyha olyan ratyi lesz a támadásom, mert már most azért elég nagyok vannak bent a kazamatákban, na de pörgessünk egyet, hát ezt nem kellett volna, jó. Erőd, az erődben 4 millió XP-t fel tudok venni, itt pedig nem lesz semmi, mert reggel felvettem, csak az arany maradt meg a lélek, hűz, azt tudunk, csalogatunk egyet-kettőt, hogy ebből is haladjak, és 5 lehetőség közül mind az 5 fog sikerülni, ugyanis már a segítőim azok jó nagyok. Majd mielőtt kazamatázok, az aranyat el fogom baszalintani. 1,5 milliárd XP kell a következő szintre. Fasza. Na de, erőd megvolt, kazamata. Ezt nem is csináltam meg, basszus, tényleg. Ez kimaradt. Ez nagyon kimaradt. Na nézzük. Esterosból Fius Brienne. Na nézzük. Na jó. Először is felviszem egy jó ideig. Hát 4 milliárd aranyat el lehet cseszerinteni pillanatok alatt. 26 ezeres sebzéssel adunk neki egy kis életet. Van életem rendesen 20-valahány millió, úgyhogy jöhet egy kis kritikál, vagyis szerencse. Adjunk neki páncélzat mellett még majd erőt, egy keveset, egy kevés ügyességet, de a legtöbb az menjen rá az értelemre. 614 darab homokórán maradt még, és látjátok, 88 napra való szárnyas potit intéztem, ami az azt jelentette, hogy így láttátok, hogy 1, 2, 3 sor, meg még itt volt a negyedik a végére. Hú, basszus kócs, azért ez elég sok szárnyas poti, mondom, tárolóhelyben is elég sok, úgyhogy most már ideje beküldeni, úgyhogy ez majd egy olyan 90 nap múlva fog elfogyni innen. Ha elfogy egyáltalán, na még van 1,5 milliárd, 10 milliókat von le, úgyhogy elég sokat tudok húzni az értelmemen, amivel így 7,5 millió lesz a sebzésem. 945, jó sokáig gyűjtögettem, hogy megint felment. Na? Nagyon sokáig gyűjtögettem, hogy felmenjen ez 4 milliárdra. 32 óra van a tigrisemből,
úgyhogy az istálóban a tigrisre fogok most rakom egy hosszabbítást, mondjuk 43 napra, és akkor a kazamatát próbáljuk meg újra fiús Briennel. Na, egyben jobb volt a támadásom. Na, 70 misi, 17 próbálkozásból lehetett volna mást is csinálni. Loki. Ó, basszus, Loki. Hát ezekhez még miért gyenge Karim? Ez meg 300 milliós. Na, azért nem sebeztem ennyit a múltkor rajtuk. Ez meg Olympus Athéné. Azt a jó istenit neki! Egy rohadt kritiká kellett volna még a végére. 4 millió élete van. Ezt az előbbi az szebb volt. 59-ek maradnak, de az előző az szebb volt. Most nem volt kritikál az elején. Akkor lenne értelme, hogyha lenne egy jó kis kritikál az elején. Na jó. 7 próbálkozásból semmi. Tizenharmadik szint. Ez az a baj, hogy ha kritelek egyet rá, akkor meghal. Azt a jó istenit neki, tessék, egy 24 milliós krit, és utána egyet rám vert, az kész. Egyetlen egy támadása leüt. És látjátok, 3 millió marad neki, én nem értem, pedig adom neki rendesen az életet. Kap még egy utolsó lehetőséget. És elbasztam a gombáimat. Na mindegy, jól van. Ennyit tudtam csinálni. Elbaszni a gombáimat. Na mindegy. Mivel megcsináltam a küldetéseket, ezért megnézzünk a támadást. Jó, itt is vereség. Hát most ilyen vereséges rész van nálunk. Na nem baj. Elmegyünk dolgozni, abból nem vesztünk semmit se. És még Bloodhunterrel foglalkozni akarok egy kicsit. Ugyanis Bloodhunter ki szokott maradni jó dolgokból. Itt egy 236 ezeres TP volt. Nagyon jó. 125 ezeres TP. És a gombát elbasszuk itt is. Somos kövi. Somi kövi. Nem csinálok semmit, csak küldöm. Jó. Itt azért elég nagyok a végén az emberkék. Úgyhogy most amit lehet, azt feltápolok, mert százas hagy menjen. Hol van még százas? Ő is ott van. Jól van. 124-es szint, 127-es szint, 108-as, 111-es, a tűz a 182, és 90-es szintű lesz a nagy hidraus kedvencem, úgyhogy a mai napra ennyi történt Somossal. Na, Z-boldogot mondtam még. Hát Vladdal azért tényleg elég sokat fejlődtem, most egy nagyon sok kész levél, tudjuk, csatlakozunk, átlépünk, Franco, Arena, stoj, Hemodiról kurcsát megkaptam kazamatából, Franco, na, nézzük. Hát ez még gyenge. Majd idővel. Nincs ló. Mondom, nincs ló. 2 milla.
Hát, ó. Nem jó. Fegyver volt. Ügyesség semmi, kitartás mellett. Szar az egész. Jó, telefonról folytatom, én ezt nem fogok vacikni. Na, én köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk a következő részben. Ez egy ilyen gyors SF rész volt, találkozunk nem sokára. És megnézzük, hogy mennyit fejlődtünk ismételten Vladdal és a többiekkel. Köszönöm a figyelmeteket, győztök!